A tervek szerint az állami és katonai protokoll események egyik fontos szereplője lesz a Kincsem Nemzeti Lovas Program keretei között a közelmúltban megalakított Honvéd Huszár díszalegység. A célok között szerepel a több száz éves katonai lovas kultúra újjáélesztése, valamint a magyar stílusú lókiképzés bemutatása is. A kiképzés elsődlegesen a díszelgési feladatokra történő felkészülést takarja. Hát itt hozzá kell tenni azokat a kiképzési elemeket, amelyek arra tanítják meg a lovat, hogy tartósan egy helyben hogyan kell állni, és mindenféle hatás ellenére legyen az katonazenekar, vagy különböző fegyverfogás, fegyverzörgés, a lovak nyugodtan álljanak. Az alegység tagjai az ország különböző részeiről érkeztek, és a katonai szolgálat mellett a lovak szeretete is összeköti őket. A közös munka során azonban döntő tényező, hogy a ló képes-e elfogadni vezetőjéül a lovasát. A ló választja a lovast elsődlegesen, legalábbis mondjuk mi, hiszen a kölcsönös szimpátia, mivel érző lényről egy olyan állapról van szó, amely magas intelligenciával rendelkezik, hát kiválasztják magukat a párok, és a munka akkor kezdődik elsődlegesen, amikor a ló ezt a közös kapcsolatot megteremti. Tehát amikor ugye a vezetőszár nélkül is működnek a dolgok, szoktuk mondani. A felkészülés kiképzési terv szerint zajlik, amelynek elemei folyamatosan egymásra épülnek. Míg a lovardai foglalkozásokon elsősorban a ló és a lovas közötti kommunikáción, a különböző lovas alakzatok elsajátításán, valamint a lovak egymás melletti tevékenységének gyakoroltatásán van a hangsúly, addig a terepen inkább az erőnléti feladatok dominálnak. Az elsődlegesen terep lovaglás jelent különböző mászhatások, ereszkedések, illetve nagy távolságnak a legmagasabb járműmódban a vágtába történő gyakorlása, hiszen ezek még egy csikók. Tehát itt a csikóknál nagyon fontos, hogy megteremtsük azokat a fizikai alapokat, azokat az álló képességi feladatokat, amelyek például a tartós állást lehetővé teszik. Számos szövetséges tagállam hadereiben működnek aktív huszár alakulatok, így a magyar alegység távlati tervei között szerepel a velük való kapcsolat kialakítása és fenntartása is.